Tovább folytatódott a Magyarság ismereti szabad egyetemi rendezvénysorozat is a Szegen. Ezúttal a Magyar Katona Vitézségének tisztelete címmel tartottak előadást. Gödöllő városért kitüntetést kapott Buka Enikő oboatanár, a Frederik Chopin Zeneiskola igazgatóhelyettese. Ismét külföldi vendégeket fogadott a Zsámboki Bajza-Lenke Általános Iskola a Comenius program keretén belül. Ismét változik a földhasználati bejelentéssel kapcsolatos rendelet. A zártkerti fekvésű földeket nem kell regisztráltatniuk a tulajdonosoknak.